egy nap megváltozott a világunk. Azzal kezdődött, hogy furcsa kártyák kezdtek hullani az égből. Először ártalmatlannak tűntek, ezért a netes cimboráimmal kitaláltunk egy király új játékot. Ekkor döbbentünk rá, hogy a lapok nem is voltak olyan ártalmatlanok. Egy másik világ hihetetlen ereje dolgozott bennük. Az én nevem Dan. És a barátaimmal, Runoval, Maruchoval, Julival, az ugrásra kész nagymenő Sunnal és Alice-szel mi vagyunk a Bakugan szörnybunyósok! Bakugan, egy játék, egy célért, két világban. Mit tehetnél mást? Esélyed oly kevés már. Rajta hátnyomás, kemény a harc, mi vár? A veszély egyre nő, kezedben az erő. Üszföld éjség, már nagyon rég. Az igazság köz meglásd, de ez csak rajtunk áll. Ez a Bakugan! Bakugan szörnybunyósok. Leleplezve. A győdem! Micsoda? Most hol vagyok? Vagyis hogyan kerültem ide? Alice! Jaj, ne! Semmit sem értek! Egek, mit csináltam? Nem emlékszem semmire! Logikus, Alice volt állarcos, ez mindent megmagyaráz. Maruchu! A mi Alice-ünk egy gonosz tevő. Halsey! De ott van! Ő lenne a... Igen, Halsey! Nagypapa! Ideje, hogy odébb álljunk, Alice! Gyere velem! Kedvesem, ne hidd, hogy meg tudsz szabadulni állarcos személyiségétől, ő a részed! Állarcos személyisége? Hogy ő az én részem? Hé, bányarém! Tiplizz innen a fenébe! Minden rendben, Dan! Emlékszel arra a napra? De régen is volt. A laboromban voltam. Éppen visszaérkeztem Westrójából. Dokumentálnom kellett a másik világban szerzett tapasztalataimat. Amit most mondok, az hihetetlenül hangzik, de az interdimenzionális szállítószerkezet megalkotása teljes sikerrel zárult. A tesztek annál is eredményesebbek lettek, mint álmaimban reméltem. A tárgyak mozgatása a világegyetem egyes pontjai között immár valósággá vált. Hé! Nem ilyesmit hallottunk Alice nagypapijának a laborjában? Emlékeztek? Öppá! Lánhám, szóval ti mind láttátok a jelentésemet. Ám ez még csak a kezdet, gyerekek! Ám úgy tűnik, hogy a szerzetek e világban csak is golyók formájában maradhatnak életben. Ezen túl csak a csatamezőn vehetik fel valós alakjukat, mivel annak szerkezete megegyezik Westrójáéval. Sajnos a dokumentálás nem várt esemény szakította félbe. Westrójában egy hatalmas megadimenzionális szupernovára került sor ekkor. Dimenzionális szupernovára? Arra bizony, és ugye jól hiszem, hogy nem ismeretlen előtted, ugyanez történt, amikor Naga megpróbálta elvenni a végtelenség és a csendesség magját. De csodálatos! Most, ha magamba olvasztom a végtelenség magjának erejét, enyém lesz. Nem hittem volna, hogy a csendesség magjának energiája ilyen hatalmas. Egyedül nem bírom megtartani! Ez volt életem addigi legsötétebb napja. Mi történik itt? Mit keres egy Darkos Bakugan a Pyrus űrben? Aznap találkoztunk először egymással. Mi ez a hely? Igen, én is emlékszem rá. A saját szememmel láttam, amint a végtelenség magja az emberi világba távozik.
amely örökre megváltoztatott. Ha? Semmi sem maradt olyan, mint volt, miután a mag elnyelt engem. A szupernova hatalmas negatív energiát bocsátott ki. A hullámai kitörtek a teleportálóból, és elárasztották a laboromat. Akarja, Terisz? Igen. Hm? Hogy vagy, nagypapa? Elis persze nem tudhatta, hogy az élete aznap gyökeresen mit megváltozik. Mit csinál ott az a szerkezet? A labort megfertőző negatív erő beszivárgott a testünkbe, és így lett belőlem a mai Hargy! Én is megváltoztam. Úgy van, Elis. Te sem kerülted el. Ketté hasadt a tudatot, és megszületett állarcos. Ácsi, emlékszem rá! De ez a jelentés, nem amit nem tudtál befejezni a laborodban. A fene, nem mondd tovább! Mi történt azután? Nyughass! Azt viszont tudjuk, hogy Elis nagyapja átjutott Vesztrójába, ugye? Ez is valami. Sajnálom. Elis, ne kérj bocsánatot, hisz nem tehetsz róla. Üdvözletem! Nagypapa! Az én nevem Hargy! Baruljatok térdre előttem! Hargy? Vesztrója és az emberi világ megsemmisül, méghozzá a nagy Naga keze által! Hé, gyertek ide! Ezt nézzétek! Találtam valamit! Felnagyítom, hogy jobban lássátok! Nézzétek ott! Jó ég! Ez állarcos! Azzal, hogy Naga elindította a dimenzionális szupernovát, elindította Vesztróját a pusztulás felé, és Elisben új személyiséget hozott létre, akit állarcosként ismerünk. Igen, eszembe jutott. Itt van előttem minden emlék. Elapokkal minden kívánságotok valóra válik. Csupán fel kell használni. Hogyan, ha Runo és Marucho eltűnt? Ki tudna ilyenkor lenyugodni? Dan, hová indultál? Megkeresem őket. Lassan a testtel, Dan. Várj meg, mi is segítünk. Van valami? Semmi. Van itt valaki? Úgy tűnik nincs. Két elveszett kölyök. Ébren vagy, Elis? Készítettem neked ennivalót. Elis, észre sem vettem, hogy elment. Egész idő alatt én voltam állarcos. Elis! Így már világos, hogy miért nem emlékezett. Elis! Mi a baj? Elis! Semmi baj. Jól vagyok. Bár talán egy kicsit elfáradtam ma. Hazudtam. Sajnálom. Nem te voltál. Állarcos a hunyó. De az én hibám. Ha? Emlékszel, amikor beteg voltam? Úgy éreztem, mintha nem önmagam lennék. Olyan furcsa ez. Ha? Segíts! Félek, nem tudom, hogy ki vagyok. Figyelj, ne aggódj! Ne hagyd, hogy többi állatos irányítson. Ha? A barátaid majd gondoskodnak rólad, Elis. De hogy tudnátok megbocsátani nekem? Szenték, sok szörnyűséget követtem el. Nos, így már sejthetjük. Honnan tudta állarcos, hogy hol vagyunk? Onnan, hogy köztünk volt. Elis! Ideje, hogy hazatérjünk! Vár ránk a kastélyom az erőd mélyén. Nagypapa! Gyere, kedvesem! Elis, ne menj vele!
Miért ijedtél meg? Hiszen mindenki tudja, hogy ki vagy. Nem mehetsz sehova, velem kell jönnöd, hozzám tartozol! Nos, Elise, legyél jó, és gyere velem! Soha! Ő velünk marad! Ő Elise, és nem más! És köztünk van a helye, nem nálad! Dan! Ne tarts vele, Elise! Te is bunyós vagy! Maradj itt! A csapatunk tagja vagy! Ne menj! Igen, szükségünk van rád! Köszönöm, úgy maradnék. De... eljátszottam a bizalmatokat, srácok. Ugyan! Viszlát, barátaim. Jól van, nagypapa, mehetünk. Elise, maradj velünk! Ne! Ég veletek, vakarcsok! Bakugan Battle Brawlers will be back after these messages. Now back to the Bakugan Battle Brawlers! Elise alig néhány napja ment el, de nekem sokkal többnek tűnt. Jártunk a nagypapája laborjában, de nem találtuk ott. Már is úgy hiányzik, folyton csak rá gondolok. Hol lehetsz most, Elise? Hol vagy? Kérlek, gyere vissza! Nem haragszunk rád a történtekért. Bár csak elmondhatnánk ezt neked. Vége a nyári szünetnek. Julie-nak haza kellett mennie, és Sun is itt hagyott bennünket. Ah, köszönöm, fiam! Az őseink persze örülnek nekünk. Itt van! De közben az időjárás világszerte megbolondult. A tudósok buzgón keresik a válaszokat, de egyelőre senki sem talált semmilyen magyarázatot. Mintha felfordult volna a dolgok rendje. Már elkezdődött az új iskolaév, de olyan nagy a forróság, hogy elhalasztották. A felnőttek is kezdenek aggódni, kezdenek ráébredni, hogy nagyon nagy a baj. A világ megváltozik. És én tudom, mitől ilyen szeszélyes az időjárás. Vesztrója összeomlik, a pusztulása pedig erózióként hat erre a világra is. A probléma globális méretűre nőtt. A szüleim úgy döntöttek, tájékoztatni kell az embereket a Bakuganról. Így igaz. Fontos bejelenteni valóm van. Marucho szüleit gyorsan meggyőztük, ahogy a Runoét is és Joe mamáját. Julie szüleivel sem volt gond, és végül Sun nagyapja is hajlandó volt meghallgatni bennünket. Egy kicsit frászt kaptak, de aztán elhitték, hogy a Bakugan igazi. Sőt, segíteni akartak. Aztán egy nap, amikor a szüleinkkel találkoztunk, Vesztrójában megtörtént a katasztrófa. Tisztán érzem, uralkodom rajta. A csendesség magjának ereje szabadon áramlik bennem. De a tervemhez a végtelenség magjára is szükségem van. Mindkettőt meg kell szereznem. Hallasz engem, testvérem? Figyelj rám, Weaver! Követelem tőled a végtelenség magját! Add át nekem! Eleget vártam. És ha nem hozod el nekem önként, akkor megyek és elveszem tőled erővel! Semmi baj. Itt vagyok veled. A végtelenség magja a testemben. Kölcsönhatásba lépett a másik maggal, ami a testvéremben van. Sietnünk kell, mielőtt Naga átjut ebbe a világba. Semmi pánik. Ne izgasd fel magad. A csendes óceán felett vagyunk, és ilyen látványban még sosem volt részünk. Értesüléseink szerint a késő éjjeli órákban egy hatalmas lyuk keletkezett az óceán vizében, és elnyelt egy egész teherhajót. A mentőcsapatok túlélők után kutatnak. Menjünk közelebb!
Közvetlenül a lyuk felett vagyunk, de nem látom az alját. Senkinek sincs a leghalványabb fogalma sem arról, hogy miért került ide a lyuk. Viharos erejű itt a szél, vissza kell vonulnunk. Amint történik valami új, jelentkezünk. Rendkívüli kiadásunkat látják. Vonalban vagy, Beverly, mondhatod? Abból a kórházból jelentkezünk, ahol az eltűnt teherhajó túlélőit ápolják. Szerencsére a legénység minden tagja megmenekült. Igazi csoda, kedves nézőink. Megkérdezzük a kormányost, mi történt. Egy fehér szörnyeteg, egy nagy szörnyeteg! És most visszakapcsolunk a stúdióba. A reklám után folytatjuk. Mindent el kellene mondanunk Waven. Így igaz, Marucho. Hihetetlen. Azt mondod, hogy az a lyuk az óceán közepén Westrójába vezet? Így van. Attól tartok oda. Ezek szerint Westrója és az emberi világ összekapcsolódott. De akkor Naga bármikor itt teremhet. Igen. És valószínűleg előbb sem, mint utóbb. Az első célpontja nyilván Waven lesz. Nem áll le, amíg meg nem találja. Ez kicsit sem megnyugtató. Ez bizony csoda. Igen. Mi az, hogy? Kitaláltál valamit, Dan? Van ötleted? Nincs vesztegetni való időnk. Igen, van. Ha keresztül megyünk azon a lyukon, akkor Westrójába kerülünk, igaz? De ne mondd, hogy arra gondolsz, amitől mindjárt frászt kapok. Pedig így van. Nem ülhetünk itt arra várva, hogy Naga ránk roncson. Támadjunk előbb mi. Mit szóltok? Kapjuk el Nagát. Igen. Ez a beszéd. Nyomás! Sajnálom, Cimbi. Szeretnék menni, de félek, hogy ezúttal mégsem tarthatok veletek. Ó, rá se ráncs. Valakinek a magra is vigyáznia kell, nem? És számítunk rá, Joe. Menni fog. Joe, kérlek, jól vigyázz Waverre is. Hogyne, vigyázok. De te is légy óvatos, Drago. Na rá. Na, hadd lássam. Megvan minden. A köptető, hát a kell. Jaj, hol az első segélydoboz? Nyugi, apa, meg leszünk oda át. Mire megfordulsz, itt hol leszek? Addig meg lazíts. Az én kis rúnom! Semmi baj, édes. Viszlát később, anyu és apu. Igen, büszkék vagyunk rád, fiam. Úgy néz ki, hogy remek fiatalember lesz belőled. Jó utat, és vigyázz! Hát persze, légy óvatos. Ismersz, nem? Dan, sokat gondolunk rád apáddal. Tegyél meg mindent. És ne hagyd, hogy bármi az utadba álljon. Tudjuk, hogy sikerrel jársz. És ha majd visszajössz, itt fogunk várni. Remek! Nincs miért aggódniuk. Vigyázni fogunk rájuk. Köszönjük. Jó utat, Drago. Akkor nincs más hátra. Fiam. Figyelem, figyelem. Tisztítsák meg a kilövőt. Főhajtóművek beindulnak. Egyes, kettes motor. Hangártetőt kinyitni. Nagyon óvatosan! Hé! Gyere vissza! Gyere vissza, Runo! Itt hagytad a táskádat! Gyere vissza, hadd lásson az apád! Mindjárt Sunurfi dojoja fölé érünk, fiatal úr. Na hát, ezt nevezem. Tiszta Las Vegas. Nyugi, úgysem szállunk le. Fiatal úr, leteszem a gépet, hogy felvehessük Julie kisasszonyt. Egy perc. Bevetésre készen. Fiatal úr, mindjárt a célterület felett vagyunk. Hú, de állat! Csak úgy ömlik belőle a negatív energia, még itt fent is tisztán tudom érezni. Tiszta lipa bőrös lettem. Fúj! Innen nincs visszaút. Te visszamennél? Innen? Ez lesz a kaland! Gyerünk, Kato! Felkészültünk! Értem! Már is nyitom az ajtót! De aztán... Itt legyenek vacsira, fiatalok! A világhírű májgombócommal várom majd magukat. Nehogy elkéssenek! Ugrás!
Oké, irány a kékig! Nyugás! A Bakugan szörnybunyósok következő részében úgy döntöttem, hogy olyan messzire elkerülöm a barátaimat, amennyire csak lehet, mert annyira szégyellem magam, hogy én voltam állarcos. De hová mehetnék? Olyan barátokra van szükségem, akik nem a problémámról. Nem akarom lebuktatni magamat, de még most is kínoznak állarcos látomásai. Fogalmam sincs, hogy melyikük vagyok én. Csak egy módon dönthetem el, méghozzá egy csatában. Ha most győzök, talán újra a régi önmagam lehetek. Ez az utolsó esélyem. Meg kell ragadnom!